A 80-as évek elejétől intenzív melegedés kezdődött, ez az ábra az évi középhőmérsékletek változásának területi eloszlását mutatja 30 éves periódusban. Ennyi idő alatt térségünkben 1,7 Celsius fokkal lett melegebb, ez hatással van az ökoszisztémára is, egyes felmérések szerint a fajok 30%-át a kihalás veszélye fenyegeti, az állatok és növények elterjedésének területe pedig megváltozik. A szárazságtűrő növények fognak inkább megmaradni. A tavalyi év erre nagyon jó példa volt, ugyanis nagyon-nagyon sok növény pusztult ki tavaly. Itt nálunk a botanikus kertben is, ha bár öntözés van, nagyon kevés növény bírta ki azt a tavalyi 4-7-es nagyon meleg 35 fok körüli hőmérsékletet. A másik pedig az, hogy a biodiverzitás azáltal csökkenni fog, tehát jóval kevesebb növő fajta faj fog élni az országba, tehát a változatosság fogja megsínyleni az éghajlati változásokat. A változások miatt egyre több trópusi növény érzi jól magát hazánkban, a botanikus kertben is szabad ég alatt növekednek a citromok, a leánderek szinte már-már minden magyar kertben megtalálhatók, és itt van a gránátalma is, amely eddig nem nagyon bírta a magyar éghajlatot. Már az ókori kultúrák is szerették és tisztelték, a szerelem növénye volt a termékenységé, aztán a keresztény kultúrában a szereteté, az önzetlen szeretet növényévé vált. Nagyon szép bogyó termése van, ugye, amit bizonyos szerencsés országokban, ahol mennyiség is nő ebből a növényből, ott fogyasztják, ugyanis ezek az antociánok, amik benne vannak, ezek antioxidáns hatások, tehát nagyon-nagyon egészséges növényről beszélünk. És hát amellett egy gyönyörű virága van, tehát nagyon szép pirosas rózsaszín. Most, hogy nem esítik már dísznövényként, végtelen variáció a rendelkezésre a virág színét és teltségét is tekintve. A kultúrnövényeknél az éghajlati változás, a tartósan magas hőmérséklet okozhat termésveszteséget is, különösen akkor, ha az vízhiánnyal párosul. Öntözéssel azonban sokat lehet segíteni, hogy a kultúrnövények jobban viseljék a magasabb hőmérsékletet.